Köszönöm szépen, elnök úr. Én viszont arra kérem a parlamentet, hogy függesszék fel a mentelmi jogomat. Tehát kérem azt, hogy adjanak ki, azt mondják, hogy nem tehetem. De nagyon jól tudja, hogy majd a mentelmi bizottság, meg a mentelmi jog, az majd engemet véd, és ezzel tulajdonképpen nem én bújok, és nem is akarok a mentelmi jogom mögé bújni, hanem ő szeretne az én mentelmi jogom mögé bújni. Ezt nagyon szeretném, hogyha nem tehetnénk meg. Az ügy elképesztő, dinnye és paprika kóstolásra kapott az egyik családtagjának a cége 20 millió forint Európai Uniós pénzt, megcsinált egy közbeszerzést, idézős közbeszerzés, inkább családi beszerzés, mert a családtagjának egy másik cégét meg megbízta ezzel a dinnye és paprika kóstolással. Ezekből és egyéb esetekből lehetett levonni azt a következtetést, amiket én levontam, és amilyen véleményt elmondtam a Békés megyei újságban, meglepetésemre ezek közül meg is jelent egy-kettő. Tehát még egyszer mondom, én biztos, hogy nem szeretnék a mentelmi jogom mögé bújni, de azt szeretném, hogy a Simonka képviselő sem bújhatna az én mentelmi jogom mögé. Nagyon szívesen megyek Békés Csabára, kunágotai megyesegyházi nagyszüleim vannak, elképesztő ott a szegénység, elképesztő arra járni. Szerintem mindenki nagyon jól teszi, hogyha minél többet jár arra, és akkor látni fogja, hogy mi az a buli, amit Simonka családot elkövet. És amilyen bulit egyébként az ügyészség is észrevett, amikor Pol Pétert megkérdeztem, hogy Simonka családtagjaihoz érinti-e őt olyan nyomozás, amelyikben már letartóztatások is voltak, akkor bizony igenes választ kaptam. Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt országgyűlés, hogy felfüggeszté Hatházi Ákos országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak. Megállapítom, hogy a ház 22 igen szavazattal, 117 nem ellenében, tartózkodás nélkül képviselő úr mentelmi jogát nem függesztette föl.